Ez január utolsó víkendje, köszöntöm Önöket. A mai műsorban még foglalkozunk a Magyar Kultúra Napjával, valamint bemutatunk egy olyan akciófilmet, amit magyar fiatalok készítettek. Ez lesz a Vakfold, de mindenek előtt az Erasmus Plus-ról lesz szó. Vendégeim már itt ülnek velem szemben. Szecskó János, nemzetközi koordinátor a Nyugattól Keletre Egyesület képviseletében, valamint Krusz Heather Laura, Erasmus Plus-os résztvevő. Hát sziasztok, de még mielőtt így az élményekről beszélgetünk, János, mi is az az Erasmus Plus? Az Erasmus Plus program az Európai Unió hozta létre. Ez a kulturális, ifjúsági és sportprogramja. Abból a célból hozta létre, hogy a fiatalok, az a 13 és 30 év közötti korosztály eljuthasson külföldre, viszont ez többet jelent, mint pusztán utazás. Tapasztalatszerzés, nyelvtanulás, különböző kompetenciák fejlesztése, ami később segít a munkaerőpiacra való kilépésben. Tehát lényegében ingyen lehet utazni, és valahol tanulni is Európában. Milyen feltételekkel lehet jelentkezni erre a programra? Hiszen mondtad, hogy mondjuk be van határolva, vagy mettől meddig, milyen életkorúak jelentkezhetnek erre, de biztos van még esetleg más is, vagy nem? Így van, többféle a programja van ennek az Erasmus Plus programnak. Létezik rövidtávú mobilitás, ez azt jelenti, hogy 5 és 21 nap közötti időtartamban utazhatnak a fiatalok külföldre, és létezik hosszú távú mobilitás, ami azt jelenti, hogy 2 hónap és 1 év között utazhatnak külföldre a fiatalok, és ott valamilyen önkéntes munkát tudnak végezni. Milyen munkákra kell gondolni? Itt a hosszú távú programnál főleg civil szervezeteknél tudnak elhelyezkedni a fiatalok, és itt gyakorlatilag bármit, ami ide tartozik, lehet ez szociális munka, lehet ez egy környezetvédelmi szervezetnél való munka, lehet ez egy ifjúsági szervezetnél munka, vagy akár a sport területén is el lehet helyezkedni ebben. Heather, mesélj arról, hogy te milyen programban vettél részt, merre voltál és mit csináltál? Szigetmonostoron voltunk, az osztálytársaimmal a Facebookon megláttuk ezt a kiírást, felkerestük a Nyugattól Keletre nevezetű egyesületet, és onnantól már minden ment magától. A fő téma a víz volt, illetve a környezetnek a megóvása, és tényleg rengeteg mindent tanultunk erről. Megmondom, személy szerint én elsősorban nem ezért mentem, hanem hogy új embereket ismerhessek meg, illetve hogy gyakoroljam a nyelvet, de így rájöttem nagyon sok mindenre, például, hogy én is sajnos pazarlom a vizet, és hogy mit lehet ennek érdekében tenni, hogy ezt megelőzzük. Tehát lényegében tanultál is, igen. És nem feltétlen csak nyelvet, hanem mondjuk egy kis környezetvédelmet is. Hát nagyon sok emberrel megismerkedtem, és tényleg olyan kapcsolatokra tettünk szert, ami... Tehát, hogy egy örök emlék marad. Milyen nemzetiségű fiatalokkal találkoztál? A magyarokon kívül voltak olaszok, litvánok, bolgárok és szlovákok. Gondolom, ilyenkor a közös nyelv az angol. Amúgy ilyenkor feltétele egy-egy ilyen Erasmus Plus-os jelentkezésnek, hogy valakinek legyen angol nyelvtudása, vagy abszolút nem feltétel? Mindenképpen feltétel, legalább egy minimális angol nyelvtudásra szükség van, hogy a programokban el tudjon igazodni, illetve az informális időben is jól tudja magát majd érezni a fiatal. Ez nem azt jelenti, hogy valamilyen nyelvvizsgához kötött a programokon való részvétel, de egy minimális tudás szükséges, és nagyon-nagyon hasznos még ez a program, amiatt is, mert hogy igaz, hogy ez egy 8-10 napos program, amiről most például itt beszéltünk, de nagyon-nagyon sok tudás, ami felhalmozódott már a fiatalban, de nem biztos, hogy a tanórákon ki szokott jönni, itt fel tudja használni, és ki is jön. Valamennyi Európai Uniós tagországba el lehet jutni ezzel a programmal? Így van pontosan, nem csak az uniós országokban egyébként, hanem az unión kívül úgynevezett partner országokba is el lehet jutni a program által. Ha jól tudom, akkor van aktualitása is a beszélgetésünknek, mert hogy lehet ezekre a programokra most igazán most lehet jelentkezni. Mi az aktualitása ennek az egész Erasmus Plusnak most? Jelenleg több olyan program van, amire jelentkezhetnek a fiatalok. Főként nyáron kerülnek ezek a programok megrendezésre, gyakorlatilag májustól teljesen szeptemberig bezárólag vannak programok. Itt különböző témákat vonultatunk fel, valami mindig olyanok a témák, ami prioritás az Európai Unióban, és a fiatalokat is érdekli. Ez lehet akár a környezetvédelem, lehetnek sportos programok, vagy vállalkozás készséget fejlesztő programok. Hol lehet ezekre a programokra jelentkezni?
Interneten ugye most már gyakorlatilag bármit megtalálhatnak a fiatalok, civil szervezetek, nagyon sok civil szervezet szerintem itt is Nyíregyházán, illetve a megyében nagyon sok helyen foglalkoznak ezzel. Ezeknél a civil szervezeteknél lehet jelentkezni, itt lehet megtalálni őket. Mindenképpen szükség van egy küldő vagy egy fogadó szervezetre, aki felkészíti a fiatalt erre a 8-10 napra, és megkapja a szükséges információkat ahhoz, hogy biztonsággal és hatékonyan tudjon részt venni a programokon. Vagy akár egy hosszabb, akár 10-11-12 hónapos programra is akkor lehet jelentkezni, akár a civil szervezeteknél, akár mondjuk nálatok is. De igen, így gondolkodom, hogy Nyíregyházán például a Nyíregyházi Egyetem is foglalkozik ezzel, meg hát tényleg nagyon sok civil szervezet, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség lehet. Biztos vagyok benne, hogy van olyan néző, akiben felmerült az, ami bennem is, hogy ez most úgy működik, mint egy ilyen cserediák program, hogyha mondjuk Heather részt vett volna egy, nem tudom, 8 hónapos, nem is tudom, spanyolországi Erasmus Plus-ba, akkor ugyanúgy mondjuk a szüleinek vissza kellene ezt viszonozni, hogy akkor fogadok egy spanyol fiatalt? Többször találkoztunk már ezzel a kérdéssel. Ugye itt a Youth Exchange, tehát az ifjúsági csereprogram egy picit egy, mondjuk úgy, hogy egy régen berögzült dolog, vagy egy ilyen kicsit ilyen félrefordítás, ebben az esetben, az Erasmus esetében nem azt jelenti, hogy valakinek el kell menni külföldre, ott lakik családoknál, és utána pedig fogadni kell a spanyol, vagy német, vagy francia fiatalokat, hanem itt igazából ez egy utazásról szól, tehát kimegy, ott van, és természetesen, ha ez a partnerség folytatódik, akkor lehet, hogy Magyarországon kerül sor egy új projektre, vagy egy másik országban, de itt nem családoknál vannak elszállásolva, tehát vagy egy kollégiumban, vagy hotelben, vagy panzióban kerülnek elszállásolásra, lehet folytatása, de nem feltétel. Hogyha mondjuk, nem tudom, Heather vagy valamelyik osztálytársa kitalálja, hogy na, én akkor részt veszek egy fél éves Erasmus Plus-os programban, akkor anyagilag nagyon megterhelő ez a résztvevőknek, vagy abszolút nem, mert mondjuk a program segíti őket, a résztvevőket anyagilag? Ha hosszú távú projektről beszélünk, tehát nem a 8-10 naposról, hanem a hosszú távú programról, akkor igazából egy nagyon minimális költsége van a fiatalnak. Itt az Erasmus Plus program finanszírozza az utazását a fiatalnak egy bizonyos korlátig, egy bizonyos hozzájárulást tud biztosítani, illetve étkezési költséget is biztosít a program, a szállásnak a költségét, tud kapni valamilyen nyelvtanárt, vagy valamilyen nyelvtanfolyamra beíratják és biztosítják ezt számára, illetve a helyi közlekedését, nagyon sok helyen a helyi telefon költségét is finanszírozzák a fiatalnak, továbbá, ami nagyon fontos, még zseppénzt is tud kapni a mindennapi költségekre. Tehát igazából attól függ az egyéni költése, hogy kinek mekkora az igénye, de a program igyekszik minél több mindent biztosítani, hogy a fiatal csak arra koncentráljon, hogy egy hatékony és kellemes időt töltsön ott el, és nagyon sok tapasztalattal gazdagodjon. Szerintem majd, hogy nem 0 forinttal is el lehet indulni, akkor ezek szerint, mert van rá lehetőség meg anyagi támogatás. Te gondolkodtál azon, hogy esetleg egy másabb, hosszabb távú programba részt vegyél? Sokat gondolkodtam egyébként ezen, de valahogy úgy vagyok vele, hogy én jól érzem magam itthon, kicsit félek az újtól, de szerintem ezzel mindenki van. És az osztálytársak vagy ismerősök voltak, akik részt vettek? Igen, ugye az egyik évfolyam társam is most jelenleg kint van Mexikóban, és az ő testvére is kint volt tavaly egy évig, szóval így hívogat, de valahogy mégis félek. Majd ha visszajön és azt mondja, hogy nagyon szuper volt, akkor legközelebb már te is ott leszel vele, akár Mexikóban, vagy az általam említett Spanyolországban, vagy ki tudja, hogy hol. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Önöknek pedig készültünk egy kis összefoglalóval, ahogy említettem, a Magyar Kultúra Napjáról is lesz szó. Megmutatjuk, hogy Ópáiban hogyan is ünnepeltek. A kézirat bizonysága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 23-án fejezte be a himnuszt. Szabolcs-Szatmár Bereg megye méltán büszke arra, hogy nemzeti imánkat Szatmárcsekén írták. A megyében több településen is megemlékeztek a jeles 194. évfordulóra. A magyar kultúra, a magyar hagyományok őrzése Ópáiban is fontos, kiemelkedő, ahogyan az idősebb generáció saját példáján keresztül adja át a fiatalabbaknak a művészetek szeretetét, a hagyományok megőrzését. Legyek fa, melyen villámfut keresztül, vagy melyet szélvész csavargi tövestől. Legyek kőszírt, mint a hegyről a völgyben, egetföldet rázó mennydörgés döntve. Érték a népi hagyaték. A népdal a magyar zene legősibb formája,
emberi érzelmeket, gondolatokat testesít meg, nemzedékről nemzedékre szállva. Jobb üdött, mint tavaly volt ez új esztendőben. Jó tavaszt, ősztelet járt, jó termést és jó vásár ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Zsíros esőt, kövér hót ez új esztendőben. Nő aratás szüredet, egészséget, jó kedvet ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Drága jó bort, olcsó sót ez új esztendőben. Jó kenyeret, szalonnát 12 hónapon át ez új esztendőben. A magyar kulturális és művészeti értékek megőrzése, a népzene, a néptánc iránti szeretet a fiatalok körében ma is tapasztalható. Az ünnepségen kiemelték, a mai tizenévesek körében fontos, hogy minél többen foglalkozzanak művészetekkel, műveljenek valamilyen művészeti ágat. Szatmári népdalokat énekelt és adott elő hegedűn Kovács Júlia, a helyi általános iskola 6. osztályos diákja. Település több fiataljára is büszke, akik különböző művészeti ágakban érnek el sikereket. Az autentikus néptánc és népzene nagy népszerűségnek örvend ópáiban a roma lakosság körében. A cigánytáncok tánclépéseit, ritmusait a helyi fiatalok szervezett formában gyakorolják, táncpedagógusok segítségével. Ópáiak baráti köre egyesület látja el a településen a közművelődési és kulturális feladatokat. Az egyesület a rendszerváltás óta kapcsolatokat ápol kárpátaljai és romániai magyar kulturális szervezetekkel, Erdélyben lévő településekkel. Ópái ezekkel az együttműködésekkel is a közös kultúra megőrzésére törekszik.
Az év diák írója és költője pályázat egyik nyíregyházi díjazottja a vendégem, Trizner Laura. Szia, és hát gratulálunk! Ja. Köszönöm szépen! Mesélj erről a pályázatról, illetve arról, hogy miért és mivel jelentkeztél erre a megmérettetésre. Én egy a Boldogság Madarai című művel jelentkeztem, és az első 12 helyezettet hívták be a díjátadóra. Ott az első 3 helyezettnek a művét olvasták fel, és a színpadra szólították az összes helyezettet, és egy ajándékcsomagot is kaptunk. Ez a Boldogság Madarai egy 1950-es években játszódó egy gulág történet, és Anna néniről szól, egy idős néniről, már egy idős néniről, és hogy hogyan élte túl a borzalmakat, és hogy hogyan talált rá a szerelemre a borzalmak között. Miért pont ez? Tehát azért ez nem egy egyszerű történet. Szeretem a múltat visszaidéző dolgokat, viszont fiatalosítom, és fiatal szemmel mutatom be a dolgokat, és a szerelmet pedig beleötvözöm ezekbe a helyzetekbe. Az elmaradhatatlan szerelem, ami igazából minden fiatalt így megmozgat. Fel is ajánlottak egy érdekes lehetőséget neked az a versenykiírók. Milyen lehetőséget fogsz kapni? Az Irodalmi Rádió blog szerzője és szerzője is lehetek, és lettem is, úgyhogy azt is, az is lesz továbbá a munkám, úgyhogy ott is fogok tevékenykedni. Már esetleg olvasható alkotásod, vagy mikortól érdemes figyelni a blogot? Még nem, de nem sokára, mert most kezdtem, és aha, nem sokára már lehet majd. Miről fogsz írni? Van már valami tervezeted? Van nagyon sok tervem, igen, és hát továbbá fogok ilyesmiket is, és ehhez kapcsolódó történeteket is írni, de igyekszem minél színesebb dolgokat is, úgyhogy több területen is fogok. Író, költő is lehetsz majd, de nem feltétlen csak ez érdekel téged, ugye továbbtanulás előtt állsz, és így a műsor előtt beszélgettünk, hogy a jogi pálya is érdekel téged, de hogy még szélesítsük a kört, rengeteg mindent csinálsz amúgy a hétköznapokban. Voltál már itt a Weekendben vendég az UNICEF nagyköveteként, mesélj erről. Így van, az UNICEF fiatal nagykövete vagyok, és moderátorként is, sajtótájékoztatókon is részt vettem, valamint azt is, azon is tevékenykedtem, és hát most február 4-én hívtak az ifjúsági anyanyelvi parlamentben is, parlamentbe is, úgyhogy oda is fogok menni. Aztán hát különböző pályázatokon vettem részt, még a Miskolci és a Kaposvári Egyetem pályázatán is, ahol szintén első helyezést értem el az eszéimmel. Na, ott miket írtál? Hasonló témakörben írtam ott is. Aztán, jaj, hát igen, és visszatérve a jövőbeli pályafutását, jogra szeretnék menni, így van majd szeptembertől. Azt még nem tudom, hogy melyik iskolában, de valószínűleg Budapesten. És hát most még a legfontosabb a tanulás és az érettségi, sikeres érettségi. Főleg azért mondtad, hogy anyáik nézik, akkor minden rendben legyen otthon. Úgyhogy, igen. Mivel foglalatoskodsz? Mi a hobbid? Tehát maga az irodalmi szféra az, ami így kicsit megfogott és teljesen lenyűgözött, vagy másfelé is kacsingatsz? Az az igazság és az a baj, hogy nagyon sok terület érdekel engem, és a jog mellett majd szeretnék egy kommunikáció és média szakot is elvégezni majd valamelyik egyetemen, vagy utána. Aztán a sport is ugyebár nagyon érdekel, úgyhogy elég sok területen szeretnék majd tevékenykedni. Visszatérve az eredeti kiindulási pontra, tehát hogy itt volt ez a nagy országos pályázat, ugye az év diák írója és költője pályázat, amúgy ezzel van valami konkrét célod? Tehát akár mondjuk, hogy kiadni később az írásaidat, vagy ez abszolút inkább ez egy ilyen hobbiként megmarad majd, meg a blogírás természetesen. A Boldogság Madarai című művem az egy kiadványba jelenik majd meg, nem sokára, és azt a nyíregyházi iskolákban fogjuk, több száz kiadványban, és a nyíregyházi iskolákban fogom kiosztani, és tehát igyekszem, hogy minél több diákhoz eljusson ez a mű, és ez az MIO voltából jöhetett létre, mert ott is egy pályázaton nyertem.
Hihetetlen, hát milyen adottságok vannak itt, és hát kiaknázatlan területek, meg hát rengeteg lehetőség is akkor. Te veszed észre ezeket a pályázatokat, vagy akár van mondjuk egy jó magyar tanárod, aki azt mondja, hogy nézd már, Laura, mi van itt? Az iskolám is nagyon sokat segít ebben, a magyar tanárom is, a történelem tanárom is, úgyhogy nem vagyok egyedül, de igen, én is sokat szoktam kutakodni utána, úgyhogy igen. És nem tudom, a többiek, akár mondjuk az osztálytársaid, vagy barátaid, mennyire támogatnak ezekbe a dolgokba? Nem mondják azt, hogy neved magadra, de hogy mit tudom én, ó, de stréber ez a Laura, mindent megnyer, mindent megír, tök tehetséges, mi meg itt vagyunk, mint akit letettek az asztal mellé. Nem, de hogy is teljes mértékben támogatnak, meg nagyon szeretem őket, úgyhogy sok közös programunk van együtt, úgyhogy szabadidőm is jut azért, de szeretek. És szabadidőben mit szeretsz csinálni? Tehát ennyi elfoglaltság mellett pályázatokat keresel, ugye különböző dolgokat írsz, esszéket, kis novellákat, verseket sorolhatnánk. Mi az, ami kikapcsol, ami lenyugtat? A sport és az utazás. Utazni is nagyon szeretek, úgyhogy hát Pestre nagyon sokat járok, aztán sportoló családban vagyok, úgyhogy sport is ott van a világomban, úgyhogy nem zárok ki semmit. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy sokat fogjuk még hallani a te nevedet, akár itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Legközelebb tényleg már úgy lehetne találkozunk, hogy nem az év diák írója, hanem az év írója és költője egyik pályázatának nyertese lett Laura. Én köszönöm szépen még egyszer, és hogyha már az irodalomról is beszéltünk, hát akkor jöjjön egy hozzá kapcsolódó dolog, hiszen az Ópályi rendezvényt már láthatták a nézők, mármint hogy a Magyar Kultúra Napi Ópályi rendezvényt. Most megmutatjuk, hogy a megyei Magyar Kultúra Napi rendezvény hogyan is zajlott. Nyíregyházán, a himnusz alkotási helyén, születési helyén, Szatmárcsekén is tartottak megemlékezést, valamint koszorúzásokat, a Kölcsei Társaság emlékplakettjét is átadták a múlt hétvégén. Idén Kósa Ferenc Kossuth díjas filmrendezőt díjazták. Kölcsei Ferenc nem csak önmaga tehetségét mutatta fel a történelemnek és az időnek, hanem szatmári születésű ember révén, hiszen a határ túloldalán, akkor még ugyan nem voltak határok, született Sződemeterben, hanem a szatmári ember képességeit is. Az, hogy Kölcsei itt élt, itt írta a himnuszt, rengeteg embernek adott példát, kétkezieknek, művészeknek, tudósoknak egyaránt. Közéjük tartozik a Nyíregyházán született és nagyon szegény sorsból a világ művészetének a csúcsáig jutott Kósa Ferenc, aki élete első igazi megcsinált filmjéért, a 10.000 napért 1967-ben Cannes-ban megkapja a legjobb rendezésért járó díjat. Ezt a filmet akkor az ottani közönség állva tapsolja végig. Megértették az üzeneteit, ez a film 1956-ot forradalomnak nevezte. Csak a korabeli kultúrpolitika nem értette meg, és bádogdobozba zárta Kósa Ferencnek a filmjeit, halogatta azoknak a megjelenését, innen szabadította fel azután a filmrendező. Ha még visszaemlékezünk a végül is levetített filmjeire, amelyeket szorongó, sötét mozikban álltunk végig, de mégis felszabadította a lelkeket. Ilyen a Hószakadás, amelyben a szabadság eszme bujdoklik a hegyek közé, ilyen az Utolsó szó jogán, amelyet Béres Józsefről, a Béres cseppek feltalálójáról készített, és ilyen a Küldetés, amelyet a szintén megyebeli, az itt élt Balczó Andrásról készített. Mindezekkel a filmekkel Kósa Ferenc a rendszerváltozásnak egy nagyon fontos előkészítőjévé, szellemi előkészítőjévé vált. A filmrendező rengeteg díjat kapott az életében, de kezdeményezője is volt nagyon hasznos testületeknek, így például a Bethlen Gábor Alapítványnak és a Balázs Béla Stúdiónak is alapítója. A már Prima Primissima díjjal kitüntetett, Kossuth díjjal kitüntetett filmrendező, és tegyük hozzá forgatókönyvíró és fotóművész, a maga életművében Bartók és József Attila példáját követte a Kölcseié nyomán, Kölcsei Ferenc után még. És úgy gondoltuk, hogy az idén 80 éves filmrendező méltán kerül föl azoknak a sorába, akik a korábbi esztendőkben
megkapták ezt a díjat, közöttük például Szabó István, a Mephisto rendezője, Törőcsik Mari filmművész, és Sebestyén Márta népdal énekes, most hogy csak az előadó művészetet említsem. A számos díjak között hol van a helye ennek a mai díjnak az ön szívében, az ön életében? Ennek a díjnak az a jelentősége, hogy megpróbáltam Kölcsey Ferenc szellemében gondolkodni az egész életem során. Mindegy, hogy filmet csináltam, könyvet írtam, vagy fotókat készítettem, abban Kölcsey Ferenc intelmeinek a szellemisége benne volt. És benne is lesz, amíg élek. Az, hogy a Kölcsey Társaság elismerte ezt a tevékenységemet, azt én nagy megtiszteltetésnek tekintem, és örülök, hogy itt a szűkebb hazámban, a szűkebb szülőföldemen emberek vannak, akik megérezték azt, hogy én nem divatszerűen kötődöm Kölcseihez, hanem mélységesen, mélyen a szelleméhez, az erkölcseihez és a közéleti tevékenységéhez is. Ezért, hogyha elismerést kapok, akkor azt megköszönöm. Számon kérhetik tőlem az egész életem összes műveiből, hogy létezik-e ezt a szellemet képviselni, nyugodtan utána nézhetnek. Ez lehetséges Magyarországon. Ez egyszerre emberi dolog, és egyszerre a hazaszolgálata.